Üdvözlök mindenkit! Január vége van, hétfőn február, két nap múlva ugye. Én néhány dolgot már el fogok most vetni. Féleértés ne nem nem szeretném azt, hogyha valaki, aki esetleg még nálam is kezdőbb, és nézi majd ezt a videót, hogy mondjam, túlságosan fellelkesedne, és elkezdene gyorsan magukat elvetni, még nem érkezett el az ideje. Szerintem én azért vetek el néhány dolgot, mert megvan rá a lehetőségem, hogy, hogy felneveljem őket. Hogy itt van ez a garázs, ugye látszik, hogy egy elég világos tehát fényben azért, azért nem szűkölködöm. Illetve van palánta nevelő fényem, amivel éjszaka megvilágítást fogok biztosítani. Pillanat csak a cicám közben felmászott a növényeim tetejére, mert az egyik. el úgy gondolta, hogy neki ott jobb. Szóval egyrészt fényt tudok biztosítani nekik nappal is és éjszaka is. Másrészt fóliáim is vannak, úgyhogy. És még így is csak néhány dolgot fogok elvetni. Tehát nem paradicsomvetés lesz, meg ilyesmi. De hazudok, mert most konkrétan el fog tenni két paradicsomot, majd mindjárt megmutatom, miért játszani. Lényeg az, az, hogy először azzal kezdem, hogy elmosom ezeket az edényeket. Én évek óta újra hasznosítom ezeket az edényeket, de. Azért minden évben azt csinálom, hogy egy ilyen kis sima, szappanos, tehát mosogatószeres vízbe elmosom, előgybölöm őket, és akkor utána használom újra. És szóval gyorsan elkövettem, aztán elmagyarázom, hogy mi az, amit most elvetek, és miért, ha esetleg valakit érdekel. Szóval akkor mosogatok, és utána mesélek. No, kicsit elmosogattam ezeket a növényeket, meg szeretném mutatni, hogy mi az, amit ma fogok elültetni, meg hogy miért ma, miért ilyen korán, hát tapasztalati alapon. Persze most, ha azt mondanám egy, nem tudom, csikszeredai barátomnak, hogy most kell elvetni a magokat, akkor kiröhögne. Tehát pont ezért mondtam, hogy ezt nem igazán lehet, ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek, mikor kell elvetni a magokat. Persze van egy olyan biztonsági tartalék, és akkor lehet egész későn vetni, de mint azt említettem, volt, vannak bizonyos tapasztalataim, és én úgy gondolom, hogy néhány dolgot most kell elvetnem. Az egyik az, ezek, dolgok, ezek, ezek, közül a dolgok közül a paprikamagok. Én tavaly is február 1-én vetettem el a paprikamagokat, ha jól emlékszem, vagy valahogy így február első hetében mindenképp, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó lett a paprika, Azért ilyen korán vetem, mert ugye itt 18 fok van a garázsban, tehát itt simán el van. Ez neki elég egyébként. És nagyon jó sikerült a tavaly. tavaly. Most három fajtát megmutatnék abból, amit tavaly vetettem, és idén is fogok, mert bevált. Van, amit vetettem, és egész egyszerűen nem. Hát azokat a el is dobtam. De ami nekem nagyon bevált, hát ezzel kezdeném. Ez egy édes fehér paprika, Barbara a neve. Azt írja rajta, hogy román fajta. Lényeg az, hogy iszonyat jól sikerült. Erről azt hiszem, ide be is vágok egy képet, mert, mert tényleg gyönyörű. Valami gyönyörű volt a paprikám, és ugye február 1 tettem el, hogy mutatom, hogy hogy nézett ki. No, tehát ez a barbara paprika, ebből nagyon sokszor születeltünk, és mindannyiszor ilyen gyönyörűeket, mint amit mutattam, úgyhogy ez marad. A másik, ami nekem nagyon tetszett, ez a Bukor elnevezésű paprika. A legtöbb nem volt egyáltalán csípős közülük, volt egy-két fehér csóka, <laughs> tehát volt egy-két olyan paprika, aminek ilyen enyhén csípős íze volt, de a legtöbb édes volt, úgyhogy ebből is mindenképpen fogok tenni, és nagyon jól termett. És csípős paprikákból pedig régen nagyon sokféle fajta csípős paprikát tettem, legutóbb visszálltam arra, hogy olyat teszek, amit meg is eszünk. Ez a pintia elnevezésű, szintén románt fajta. Ez egy olyan paprika, amelyik nem ilyen vadul csíp, tehát ilyen kis félcsípős, és gyönyörűen teremt, tehát valami csoda szép. Erről is mutatok esetleg egy-két fényképet, bevágok ide, és megmutatom, hogy hogy nézett ki. No, szóval ő is lesz mindenképp, és idén bővülni fog a paprika. Ugye volt néhány, amiről lemondtam, most megint hozok néhányat kísérletképpen ezek mellé, amik már beváltak. Az egyik az egész egyszerűen csak a design miatt egy narancssárga habanyéró paprika. Ezt ki fogom próbálni. Ki fogom próbálni ezt az olasz fajtát, aminek Quadratto d'Asti Giallo a neve. Nem tudok róla mondani semmit, új lesz nálam. És tavaly még tettem ebből az Artim, szintén román típusú paprikából, nem volt rossz, tehát ebből az egy csak egy tövet teszek, vagy kettő, de ebből is fogok tenni majd. Aztán szóval ezt fogom majd elvetni mindenképp, a másik, amit feltétlenül elvetek ma, hát kezdem ezzel, ez a gumózeller, ezt mindenképpen elteszem ma. Nem teszek olyan sokat, mint tavaly, kevesebbet teszek, nem használtuk el mindet a télen, tehát idén kevesebbet fogok tenni. Úgyhogy ugyanazt a fajtát, amit tavaly Vetettem nagy gumólu, gumós zeller, ezt fogom vetni. A másik, amit szintén ma fogok elültetni, azok a padlizsánok, vagy Terdében, ahogy hívják, a Vinetta. Soha életemben nem ültettem még padlizsánt, nem vetettem, úgyhogy ez most ilyen teszt lesz nekem. Az egyik, amiket vásároltam, ez a Barbentán nevű, nem tudok róla mondani semmit, ö, hanem tévedek egy félkorai fajta. A másik az Urban elnevezésű, ö, szintén félkorai padlizsám, és van egy korai ö, hosszú lila. Ezeket ki fogom próbálni, ö, erről nem tudok mondani semmit. Amit szintén ma fogok elvetni, bár azt mondtam, nem Ültetem most paradicsomot, de ezt az egyet fogom elültetni abból a célból, hogy aztán majd esetleg csipegessünk róla. Ez egy olyan paradicsom, amit már akár februárban is el lehet szórni állítólag, nem használtam, még nem ismerem. Viszont ilyen kaspokba felakasztva, ilyen csepszerűen csüngő paradicsom. Arra gondoltam, hogy a fólia felső csövezetére egy-két ilyen kaspót felakasztok, puszta kíváncsiságból, és mivel ez ennyire korán ültethető, hát miért ne próbáljuk ki. Amúgy is nagyon közel a fólia alatt, tehát ilyen, mit tudom én, 20-30 centivel a, rögtön a fólia alatt, ez azért elég meleget fog kapni a földtől, majdnem két méter távolságba, úgyhogy ezt most elültetem már most, Már látjuk, mi lesz belőle. Paradicsomra visszatérve, hát ültetek még kétféle paradicsomot, de nem azért, mert most akarok paradicsomot ültetni. Az én tapasztalataim alapján, az én fóliáim alapján, az én lehetőségeim alapján körülbelül egy 15 nap múlva fogok paradicsomot ültetni, tehát február közepén. És nem ezeket a fajtákat, hanem teljesen más fajtákat. Egész egyszerűen azért, mert sokkal gyorsabban nő, mint a paprika. Paprikát elvetem most, igaz melegigényesebb, tehát elméletileg később lehet kitenni, mint a paradicsomot, viszont a paradicsom sokkal gyorsabban nő. Ergo a paprikát simán bent tarthatom még itt a 18 fokos, hát most 18 fok van, hogy ugye kint mínusz nem tudom mennyi, de amúgy van itt 19 is sőt néha lehet 20 is lesz majd. Minden esetre a paprikát bent tudom tartani, és tudom nevelni sokáig, mert kisebb a habitus, lassabban nő. A paradicsom viszont gyorsan növő, úgyhogy azt két hét múlva teszem. Ezt a kettőt viszont elteszem ma, az egyik egy magyar nemesítés, a neve korai zömök, és a másik pedig egy olasz San Nano. Ez egy mind a kettő ilyen erősen húsos paprika, kevésbé lédus számomra élvezhetetlen frissen fogyasztva. Én őszintén ebből a számmárcánóból tavaly aszalt paradicsomot készítettem, tehát szárított paradicsomot, amit aztán olívaolajba tettem el. Kísérletképpen megint csak egész jó lett az az igazság. De most teljesen más célból fogok ezekből egy-egy palántát csinálni, játszani szeretnék velük, majd ezt később egy videóban megmutatom, megint találtam valami bolondjátékot úgyhogy ezt azért teszek kettőt belőle most a játék miatt, mert ugye ahhoz korán kell hozzáfognom. A harmadik dolog, amit hát pár éve már vettek a kertembe, az a luffa tök. Ennek még nagyon-nagyon nincs itt az ideje, márciusban kellene vetni. Viszont tapasztalati alapon kicsi a kelési arány, meg problémás növény, úgyhogy többször fogok vetni. És akkor meglátjuk majd, hogy hogyan tovább. Egyébként itt is, tehát 4 méter magasságig el tudom tárolni egy cserébe is, amíg ki kell ültetni, tehát nem, nincs vele gond. Egyébként ez nagyon lassan bújik ki, nagyon, nagyon lassú a, lass a kelési ideje. Én itt tapasztaltam, legalábbis nálam ez van, úgyhogy ezt is egy néhányat elvetek ma. Ezek már saját magok benne, csak az acskó az eredeti magok azok már saját fából származnak. És akkor még magvetésű esetleg annyit, hogy jövő héten Valamikor már a fóliába ezeket is lassan kiteszek. Néhány fej ilyen nagyon korai karalábét, és néhány fej ilyen eléggé fagytűrő salátát fogok még a fóliába kiültetni. De az már fólia dolog. Ma viszont itt ennyi kerül elhelyezésre. Ö, tehát én ezeket vetem el most, de hát ez nagyon függ attól, hogy ki hol lakik, kinek milyenek a lehetőségei tartani a növényeket, fényel ellátni a növényeket hőmérséklet tekintetében nagy különbségek vannak. Én most megint a palánta nevelő fényeimet fogom használni, miután kibújtak, úgyhogy majd erről is majd mutogatok egy pár videót. Hát köszönöm a figyelmet, és akkor várjuk a tavaszt, viszlát!